Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Seven Days to Die 48. része. Az előző epizódban megejtettük egy lootrunt, és ebbe az epizódba is ezt terveztem. Ezúttal tényleg visszamegyünk Peristomba. Ha jól látom, így van. És lootoljuk az ottani különleges épületeket, azaz a Shotgun Messiah-t és a Work Stiff Hardot. És hogyha belefér az időnkbe, akkor meglátogatjuk a bankot is a széffel, azzal a sok széffel, ami ott található. Jó hír, hogy Quality Joe 3 végre, valahára. Elnyomtam a scavengingre 4 pontot, ugyanis 56-on álltunk már, hogy ne várjak tovább, úgyhogy megvan a Quality Joe 3, most már a legjobb cuccokat fogjuk találni, ami csak a játékban lehetséges. Plusz, ha még ugye szintet lépünk 58 fölé, akkor még adhat hozzá egy kis pluszt az eszközökhöz, amiket találunk. Viszont szeretnénk egy kicsit korábban indulni, ugyanis már egy óra múlva hajnalodik. Úgyhogy szerintem eszünk egyet. Nem, csak iszunk egyet, és már indulhatunk is. Ezt az epizódot egy kicsit hosszabbra tervezem, ugyanis, mint látjátok, ez a 42. nap, ami azt jelenti, hogy este horda várható. Ugye a tüskéket befejeztem, de a szöges drótot nem sikerült, úgyhogy csak ezen az oldalon meg azon félig van szöges drót, úgyhogy ezzel kell majd átvészelnünk, de szerintem ezzel nem lesz probléma. Már csak le kéne jutnom a létrán valahogy égni. Úgyhogy elindulunk, hogy mire ránk hajnalodik, addigra már ott legyünk. Megnézzük, hogy áll a benzin. Tökéletes. Jó, hát akkor... csapassuk is neki szépen. Most még ugye futnak a zombik, de motoron nem fognak minket utolérni. Úgyhogy azzal gond nem lesz. Az elmúlt két napban nem sikerült videót föltölteni, lévén, hogy nem voltam itthon. De nézzétek el, nekem nászúton voltam. Úgyhogy most kiázva és kilazulva újra belevetem magam a zombi apokalipszisbe. És kicsit most furcsa a dolog, mert olyan rég ültem már a gép előtt, hogy enyhén érzékenynek tűnik az egerem. Na de majd megszokom. Egyelőre rettenetesen izgatott vagyok, hogy így Quality Joe 3-as perkel miket fogunk találni a szépben. Egyszer volt még alkalmam keresgélni így. Akkor nem találtam túl sok jó lootot, viszont nagyon-nagyon reménykedem, hogy valamelyik dobozba azért találjunk legalább egy fúrófejet, amit az otthon összeállítani kívánt drillerbe bele tudunk építeni. Egyébként Augernek hívja a játék, de nekem már csak fúró marad. Itt dobunk egy jobbost. Hát megyünk itt a hídon, hogy víz már ne állja az utunkat. Egyébként ezt a kis három épületet is érdemes kifosztani, mert ha jól emlékszem, ezekbe is van szív, és elég jól út található. És ránk is hajnalodott. Szuper. Akkor a zombikkal már gond nem lesz. Azért biztos, amit tuti magammal hoztam a magnumot, tehát lőfegyver is legyen nálunk. Most nem tudom, hogy a kaktusz sebeze, hogyha belemegyek motorra, egyelőre nem vettem észre, hogy megsértett volna. Jó. Nem sebez. Remélem a motorkerekét se fogja kiszúrni. Itt egy tábor, amit szeretnék lootolni, de nem fogok. Ugyan... Jézusom! Ouch! Az már egy ugratás volt. Legalább a motor nem ment tönkre. Meg a lábam nem tört el. Szerintem érdemesebb lesz a... Úr... Stop! Úristen! Satufékeztem egyet. Ez egy katonai tábor. Ha jól emlékszem, már felszedtem néhány aknát, de... nem szeretnék még egyszer így beugratni. Óvatosan. Tehát érdemesebb lesz meglátogatni Peristont a mindenféle speciális boltjával és a bankjával együtt. Na hát érdekes, itt egy helyen nincsen fű. Na talán csak szikla miatt. Elvileg ez itt egy magányos ház. És... ah, itt kell lennie Peristonnak. Csönd legyen. Egy van, már látjuk is.
Gyorsan csak a speciális épületeket átfutjuk, és aztán jövünk is vissza. Itt megállok a bejáratnál a robogónkkal. Egy, állj. Így. Tökéletes. És már nyomatjuk is. Kezdve a workstick fel, ugyanis az egyetlen, amit még nem tudtunk átvizsgálni, mióta kifosztottuk azt ott a közelbe, és ez semmi. Még egy szögbe lövő. Hát, tartaléknak jó lesz. Már jobban örültem volna egy augurnek, de mindegy. Egy lila kapa. Az igen. Hát, most már ez is van. Hát ez nem volt nagy szám. És most már elkezdjük ugye gyűjtögetni a tokeneket. Az Alpha 15-höz. Ez egy vas. Érdekes. Lila pisztolycső. És egy kék pisztolymarkolat. Zöld shotgun, az nem fontos, és ez a két sárga cucc se fontos. Hát nem rossz, nem rossz, nem rossz, van egy lacucunk már is. Nézzük meg az emeletet gyorsan. Apropó, Alpha 15. Egyébként leírtam, még felírtam néhány dolgot, hogy mi az, ami vár ránk a következő alfába. Azt kell mondjam, több dolog is van benne, amit nagyon tetszik. Ugye mondtam, hogy lesz néhány új épület, na most utána néztem, hogy mik is azok. És amit még nem említettem, az egy börtönépület lesz, ami szinte egy az egyben olyan, mintha a Walking Deadből szalajtották volna ki a tervezők. Ez nem parasztkép mondom, mert nagyon frankon néz ki. És eleve vasbetonból áll a szerkezet, tehát ha valaki kezdő épületnek oda akarja bevenni magát, és azt akarja tovább fejleszteni, hát akkor mondanom sem kell, hogy jól jár vele. Hiszen bármiféle építkezés és javítgatás nélkül már is vasbeton épülettel kezdhet, ami azért nagy előny, ugye? Na. A másik épület, ami nagyon tetszett, az ilyen Shantytownnak volt írva, ami azt jelenti, hogy ilyen tréváros, vagy nem is tudom, hogy fordítsam ezt le. Ilyen kis túlélők által összeeszkávált lakókörzet, hogy úgy mondjam. Nem túl jól védhető, viszont már konfirmálva van, hogy lesz benne található egy kereskedő. Úgyhogy gyűjtsük azokat a tolkeneket szépen. Ami még újdonság lesz és tetszett, azok a nagyobb madárfészkek, kicsit nagyítottak rajta a játéktervezők, hogy könnyebben meg lehessen találni, mert elég jól elrejtőzik a fűben, hogyha nem figyel az ember eléggé. Hát az a zsirnyákot mit csinál? Észrevett, csak nem ő. Valaki más. Jaj, ne, a motort ne. Jó, ehhez magnumot használunk szerintem. Hecse! Na végre volt lőszer nála. Ezt is megéltük, hogy végre normális lootot találunk a zsaruknál. Néhány dolgot behajítok, amire biztos nem lesz szükség, viszont biztos, hogy haza akarom vinni. Jó, kivettük a... ott valami elrepült. A szögek, az minket ne... Ez nagyon béna volt, ezt ne utánozzátok le. Fekete póló. Nem érdekes. Na, meghalt. Szuper. Mondom, megjavult a loot a zsaruknál. Vagy ugye a Quality Joe 3 dolgozik. És ez a valószínű. Egy full kék pisztolyt találtunk éppen. Most nem foglalkozunk vele, mindössze behajítjuk ide a csomagtartóba szépen. Akárcsak a söri... nem tudom. A zöld izé miatt illik hazavinni. Meg most el is fér, úgyhogy... nem foglalkozunk vele, egyszerűen csak megyünk tovább, majd otthon szépen szétbontjuk. Tehát, mint mondtam, Shantytown, börtönépület és nagyobb madárfészkek. Ami még egy kicsit grafikai tuning is lesz, az a...
Az időjárási effektek, főleg a havas területen lesz majd ez nagyon kirívó, ugyanis új köd és új hópehely effektek lesznek a játékba injektálva. Ami mondanom sem kell, gyönyörűen nézett ki, megnéztem. Lehet, hogy kicsit jobban meg fogja izzasztani a gépeket, de szerintem nem lesz annyira vészes, hogy ez érezhető legyen. Akinek így ez az Alpha 14 fut, annak szerintem az Alpha 15 is gyönyörűen el fog szaladgálni a gépén. Továbbá végre lesz saját készítésű sör a játékba, és ha már a farmról van szó, ugyanis ott is el kell majd ültetni a dolgokat, akkor megemlítem azt is, hogy kicsit tovább fog tartani majd a növényeknek a beérése, úgy mondjam. Viszont lehet majd őket őtrágyázni, vagyis ilyen tápoldatot adni nekik. Még nem tudom, miből lehet majd készíteni, és hogy drága lesz-e vagy sem. Egyelőre csak utána néztem, hogy hogy mind lesznek ezek a dolgok. Ezt nem rakjuk el, csak felhasználjuk. Úgyhogy kicsit komolyabban belementek a farmolásba is a srácok Funpimpsnél, amit én személy szerint nagyon örülök neki, mert túl egyszerűnek találtam a dolgot, tehát tényleg látjátok, elvetettem azt a 10 adagot, 10 sort minden egyes növényből, és jóformán nem is volt soha többé gondom a kajára. Na most ez egy kicsit megváltozik, úgyhogy nagyobb helyet kell majd, nagyobb területet kell majd elkerítenünk saját magunknak, hogyha rendesen meg akarunk élni belőle. Úgyhogy szerintem ez egy jó újítás. Nehezíti a dolgunkat, de szerintem ez jó. Kicsit életszerűbbé teszi a dolgot. Azt mondta a fejlesztő Joel, hogy minden egyes állapotba, tehát kicsi rügy állapotba, kicsit megnőtt növény állapotba és legnagyobb állapotba is 3-3-3 napnak kell eltelnie, hogy beérjen a cucc. Ami szerintem azért nem egy rossz, tehát még így is csak egy hétig termesszük a kukoricát, nem pedig rendes ideig, ameddig szokták. Nem tudom most, hogy mennyi időbe telik megérni a kukoricának, de gondolom a lényeget értitek. Hoppá! Ja, már tudtuk. Jó, oké, most előész puska recept. Vagyis hát tervrajz inkább. Semmi használható. Úgyhogy ez is egy jó újítás szerintem. Mit is szerettem volna még? Ugye az előző epizódban beszéltem a sörétes puskáknak a ügyes-bajos dolgairól, hogy melyik az erősebb, melyik a gyengébb, és hogy kéne használni őket. Fegyverekről, új fegyverekről nem tudok. Úgyhogy egyelőre arról nem mondok semmit. De szinte biztosra veszem, hogy lesz benne valami okoskodás, tehát valamilyen szinten fejleszthetőbbek lesznek a fegyverek. Meg hát ugye ott legutóbb említettem, hogy az alkatrészek kombinálása a workbench-en egy új feature lesz a játékból. Amit még eddig nem láthattunk. Na jó, most nem szorokozok ezzel, csak bezúzom egyből. Na de haladjunk is tovább. Egyelőre ennyit tudtam összeszedni új újdonságokat. De szerintem folyamatosan fognak még infók érkezni, hogy mit fognak beleújítani a játékba, meg folyamatosan mutatja Joel ezeket a új zombi típusokat. Ez az építőmunkás zombi, futballjátékos zombi, meg cheerleader zombi. Mindegyiknek más-más lesz a mozgása is, meg a kinézete is, meg úgy hallottam, mintha a hangján is változtattak volna. Az ott a sárgán? Az jó. De ezt még nem merném meg 100%-ra mondani, ugyanis még minden változtatható. Tehát még nem biztos, hogy ez lesz a végleges állapota a zombiknak. Oh my god, yes. Please. Ezt köszönjük szépen. Oh wow. Oké. Na, látjátok, beütött a Quality Joe 3. Tehát kész géppuskát találtam most csak így hirtelen az egyik dobozba. És lila sörétes puska felhúzót. Úgyhogy szuper. Ha ezt tudom, akkor már az elején kitoltam volna azt a rohadt 4 pontot rá. Viszont nagyon megrákcsálták a zombik ezt az épületet. Lehet, hogy néhány ládát szét is vertek közbe. Apa.
Fölé. Jaj! A létrával még kezdhetnének valamit, mert eléggé trükkös a feljutás. Legutolsó alkalom, amikor játszottam, éppen bányáztam és kamerán kívül voltam, eszembe jutott, hogy ha az ember kicsit erősebben jön vissza ide Peristomba, milyen frankó bázis lehetne már ide építeni a tetőkön keresztül. Jó, mondjuk az lenne a hátránya, hogy nem lehetne. Nem respawnolna a loot a közeli épületekbe, de itt a tetőkön keresztül átvezető pallókon szerintem nagyon frankó kis menekülő útvonalat lehetne létrehozni. Ha single playerbe annyira nem is lenne ez jelentőségteljes előny, szerintem multiplayer PvP közben ez nagyon-nagyon előnyös lehet a számára, annak aki ide épít. Szétverték az egyik izét automatát. Meg körülbelül biztos, hogy benne az ékládát is. Na mindegy. Szóval Working Stiff megvolt, Shotgun Messiah megvolt, úgyhogy a bankot kéne megkeresni. Crackabook. Azt is megnézhetjük, még van rá elég időnk. Bár nem hiszem, hogy van még olyan könyv a játékban, amit nem olvastunk el. Hát ez nem sokára kiderül. Ugyanis ha Quality Joe nem dobja be, akkor szerintem nem is fogja soha többet. Ezt is tudjuk már. Nagyon jó fegyver egyébként a szöges bunkó, tehát tényleg a legdurvább és mindenféle effektet is oszt, de nekem mint mindig a vágóeszközök a favoritjaim, úgyhogy ha a véleményemet, tanácsomat kéritek, akkor mindenféleképpen szöges bunkó az, amit csapatni kell, ugyanis stunolja a zombikat, vérzés oszt és minden mást, és nagyobbat is sebez, mint egy fura fölfejlesztett kés, meg még egy macseténél is, ha jól láttam, a 600-as szintű lila macsetét néztem. Ugyanúgy összehasonlítva a 600-as szintű szöges bunkóval és a szöges bunkó vitte a primet, de nekem a személyes favoritom a kés és a macsete, úgyhogy én azért döntöttem úgy, hogy azzal fogok menni. Annyira nem elenyész, annyira nem lényeges a különbség köztük, tehát egy 1-2 entity damage különbség van a 600-as szintű ez és a 600-as szintű az között, de én maradok a késnél meg a macseténél, mert sokkal, sokkal gyorsabb, mint a bunkó. És nálam a gyorsaság az mindig preferálva volt a nagyobb sebzés felett. Ha emlékeztek még Mohamed Ali tanácsára, hogy röpülj mint a lepke, csíp mint a mély. Hát akkor röpülni kell és csípni. Nem pedig egy helyben megállni és lengetni a pörölyt. Mint láttátok, az előbb bezúztam nemrég egy sárga szintű vagy narancssárga szintű kétkezes kalapácsot. Hát az sem ez a legnagyobbat a játékban, de nem nagyon érek vele sokat véleményem szerint, hogyha közben 6-szor pofán vernek. Úgyhogy maradok a frankó kis gyors eszközeimnél. Lassan tele van, sőt tele is van az inventorim. Badback, jó, oké. Szerintem el nincs szükség, ezt elvihetjük. Ez meg szerintem kiesett. Ja, frankó. Erre sincs szükség. Azt viszont felszedjük. Scrappeljük. Ezt megesszük. Hát a kapunk vissza egy kis wellness-t is. 15 üres üveg. Jó. Visszamegyünk szépen a... Ó, még van egy emelet, bocsánat. Visszamegyünk szépen a mocihoz, megint ledobjuk a sallangot, aztán jövünk is vissza. Nem egy jó út. Ezért kár volt följönni. Sárga szintű cuccoknál már én is jobbat készítek, tehát igazából nincsen jelentősége. Amit viszont még felfejleszthetnénk, az a páncél. Hogy legalább egy zöld szintű páncél tudjak csinálni. Nem kéne sok, talán két szetet kéne legyártanom a vas páncélból. Vagy maximum 3-at, és már is rendelkezésünkre állna a zöld felszerelés, zöld szintű felszerelés. Hát lusta vagyok. Meg ugye azért ez élvezetesebb a lootra, mint az otthonülés és kraftolgatás és bányázgatás. Én úgy emlékeztem, hogy itt volt egy safe. Aha, meg is van. Nézzük, nézzük. Pisztoly, alkatrész. Oké. Okay.
Szkrepeljük. Itt van egy teljes pisztoly, zöld alkatrészekkel. Na mit dobjunk ki? Jól nem mentünk vissza a fránya robogónkhoz, hogy kivágjuk az hulladékot. Na mindegy, ez nem kell, mert van egy csomó antibiotikumunk. És mondjuk, hogy ez sem annyira fontos. Jó, visszafutunk szépen. Innen még az összes sört felszedjük, amit csak tudunk. Oké. Igazából ezért is várom annyira a saját készítésű sört, mert nem kell mindig a lootolt holmikra, na van meg, lootolt holmikra hagyatkoznunk. És annak örülnék még nagyon, hogyha azt megcsinálnák, hogy nem kell a piros virágot is egyfolytában szeregetni, hanem azt is lehet termeszteni, mint a sárgát, mert én jobb szeretem a vörös teát, mint a sárgát, ugyanis az hűsít. Oh my god! Ja jó, át tudjuk. Oké, akkor semmi. Azt is tudjuk. Hát ez már csak papír, tehát igazából aviátor. Hogy igazából ez már csak papírért érdemes őket, ezeket a fényes polcokat átnézni. Mint láthatok, előbb tudtam lootolni kétszer a csészét. Ez azért volt, mert először, mikor lootoltam, nem szedtem ki belőle semmit, ezt benne hagytam, és most visszajöttem lootolni megint, és az előző még benne volt. És mivel azt kivettem és kihajítottam, azért újra termett benne egyből az a jövő heti loot, amit az előző héten ugye nem szedtem ki. Tehát kétszer lehet lootolni így ugyanazt. Itt is most ezt kidobom, visszacsukom, és látjátok, untouched, tehát megint lehet szedni belőle a cuccost, már ha van benne. Úgyhogy nem vészel a két heti loot, még akkor se, hogyha benne hagyod esetleg a cuccost. Ez már megint a földre esett, hanzba. Csak vissza kell menni ahhoz a fránya robogóhoz. Na gyerünk, tetőt még gyorsan átvizsgáljuk. Úgy emlékeztem, itt volt egy hátizsák. Így is van. Okidoki. Lila kőbunkó, mint megint, az hiper-szuper ősember felszerelés. Jó, feláldozzuk ezt, ez nem kell, ezt viszont elvisszük, és menjünk vissza gyorsan. Még mielőtt még több hasznos holmit szórok ki a földre, csak azért, mert lusta vagyok. Gyerünk. Úgy látszik közön, illetve úgy hallatszik, hogy közön megtaláltak minket a zombék. Úgyhogy, okay, hello. Biztos puri. Ott van egyébként egy Shenwei Foods. Nem fogom lootolni, mert csak és kizárólag kaját találhatnék benne. Annak meg semmi értelme, mert otthon már mindenem megvan. És lassan dél, úgyhogy meg kéne keresni ezt a bankot, mert mire szétkalapálom azt a sok széfet, itt lemegy a nap. És még az eső is eredett. Szuper. Még jó, hogy nem fázik a karakter. Ezt nem kell, nem kell. Így visszük haza szépen az összeset. És kúló meg a többi maradhat. Na hajrá. Motorral menjek? Miért is ne? Az igazság, hogy itt nem tudom még, hogy hol a bank. Ez el fog tartani egy darabig, mi megtaláljuk. Ha csak nincs rá kiírva. Ez így elég bankszagú épület. Nézzük. Quick waypoint, megjelöljük, hogy hol a... Hát, mivel speciális épület ez is, ezért valószínűleg, hogy ez lesz a szembe a másik speciális épülettel. Hello? Hát nem tudom, irodaháznak tűnik. Anyátok. Szépen egyesével. Oké. Okay. Csak én ütök luftot. Aha. Egyszerre csak egy, erre jön az összes. Hát a kóistenit. Az a baj ezzel a magnummal, hogy olyan, mint a kicsit... Oh! Kicsit kisebb lenne a hitbox, mint a többi fegyverrel. Mint, jó, még a sörétes, az persze nagyobb területre lehet vele lőni, de ez a magnum az valahogy nekem különösen kényes fegyvernek tűnik. Nézzük csak a zsárnyákot, van nála valami. Oh yes!
Zöld katonai mellény. Nagyon jó. Nagyon, nagyon, nagyon jó. Nagyon jó. Sokkal, sokkal jobban véd, mint a jelenleg rajtam lévő sárga vasvért. Plusz a hideg ellen is jó. Az anyád úristenit. Ott maradsz. Ez a magnum, ez egy bivaj, gyerekek. Ha össze tudok rakni egy zöldet vagy egy kéket, az már fél sike. Próbálom, hogy nem elhasználni. Ott a bank egyébként ki van írva, de én azért csak ide jöttem ez a vívő épülethez. Mindegy, most már... Hey, hey, feküdj. Oké, nézzük csak. Pff. Hogy lehet ez jobb, mint a zöld katonai? Ezt nem értem. Hogy lehet a kézileg gyártott fém melvért jobb, mint egy katonai? Oké, ezt most nem értem. Az a zsarót él? Oh my god, persze, hogy él. És jön az airdrop is. Rohadék. Ezt most így nem fogom fel, hogy mi ebbe a logika. Úgy hallottam, mintha még vágtatna felé valamit, ezek szerint tévedtem. Jó, nem tudom. Fölveszem, az biztos, mert ugye mondtam, hogy ebben egy kicsit azért látványra megyünk. És akkor leparkolunk itt szépen a bank előtt. Ez itt a bank akkor, a város közepén. Hát végül is logikus. Milyen csini épület. Ajtó? Nyitva az ajtó is. Oké. Okay. Oh my god, ez a villámlás, ez valami borzalom. Ezt nagyon tetszik. Ez egy nagyon szép kis épület. Ezt jól összerakták a tervezők. Frankó kis üvegirodákkal. Teljesen király. Szép valahol? Asztal alatt? Nem? Okay. Van külön egy szép szoba egyébként. Azt keressük most éppen. Csak előbb átnézem ezeket a kisebb íróasztalokat, ugyanis ezekben leint látjátok, lilacocokat találunk benne egyfolytában. Hát eltesszük, hát el tudjuk majd adni Alpha 15-be. Jó áron. Az előbb eltörtem egyet, igen, tudom. Elfelejtettem, hogy jön egy Alpha 15. Nagyon-nagyon csúriba van a kezem, hogy megtartassuk ezt a világot, és ne kelljen újra kezdeni. De ha újra kell kezdeni, mint mondtad, nem lesz vele probléma, akkor kezdünk egy random gen. Azt is meg tudjátok nézni. Shut up, villámlás. Elfoly. Green Apple-ot visszük. Ezt visszük, ezt kukázzuk. Na jó, nézzük azt a szép szobát. Elvileg ott egy szép, ez már tudni. De kell lennie nagyobbnak is, egy teljes, ott is van, ott is van. Cool, 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 és természetesen zárva van. Ó, nézzétek csak. 1, 2, 3, eleve idekint is 6 szép. 7, 6, jó, oké. Kezdjük el kinyitni. Most már tényleg jó cuccokat kell benne találni, tehát Quality Joe 3-mal 60, lassan 60-as szinten egészen biztos vagyok benne, hogy jó cuccok lesznek. Vagy 24 papírral kiszúrják a szemünket, és ennyi. Oké. Okay. Ez nem volt túl jó kezdet. És most különösen fontos éjszakára hazaérnünk. Na nem, mondjátok komolyan, hogy még egy papír. Szóval különösen fontos hazaérni időben, ugyanis 42. nap horda. És még ebbe a videóba szeretném beletuszkolni a horda éjjelt. De ha túlságosan hosszúra nyúlik a szép kapirgálás, akkor valószínűleg a horda nap az majd a következő videóra szorul. Ez most komoly. Miért szivatsz? Miért szivatsz, te játék? Az, hogy kék a cucc, az még hagyján. De hogy pont vadászpuskához, amit senki nem használ. Mindegy. Ez már valami. A gond az, hogy ebből már van otthon kettő. Na jó. Ezt pedig már tudjuk. Itt
tovább. Tovább, tovább, tovább. Ó, viszont elég sok tokent lehet itt találni. Már ez is egy jó dolog. Viszont biztos nem húznék föl ebben a épületben egy bázist. Ugyanis tiszta üveg az egész. Azt nem így a mondanom sem kell, hogy a zombik egy ütéssel szétkappantják. Sárga. Sárga cucc. Safe-ben. Köszi. Troll játék. Viszont valószínűleg nem az ajtót kezdjük majd ezt szétverni. Mert 3000 életereje van, azt hiszem. Azzal ellennénk egy darabig. Hát jó, ez a 6 szép, ez kicseszett velünk rendesen. Nézzük, hogy oldalról valahol be tudunk-e menni. 1002, hát én mindig nem 3000. Milyen sok élet? Milyen fa ez, hogy ilyen sok életeleje van ennek? Ez nem is fa! Ez kő csessze meg. Na szép! Akkor miért van fa hangja? Ó, oh, jeez! És ott meg beton. Oké. Ez fura. Ez is beton, az is beton. Hát? Igazából nem tudom, hogy most akkor melyik a leggyorsabb út. Ugye egy dupla réteg van ezek szerint, akkor... Akkor lehet, hogy mégis az ajtó a leggyorsabb. Mennyi életeré van? 8000. jó, mindegy, maradunk az ajtónál. Csak hogy megnézzük, hogy milyen vastag a fal, legközelebb már szerintem nem az ajtót fogjuk szétfalipálni. Ez durva. Tehát akkor dupla réteg van oldalt. Az egyik egy vasbeton, ami ugye 8000 életerő, meg van egy 1002-es téglafal még körülötte, az 9000, tehát akkor az ajtóval járunk a legjobban. Ráadásul ugye abból a 9000-esből kettőt kell kiverni, hogy a fönti és a lenti rész is felszabaduljon, úgyhogy igen, úgy látszik az ajtó a leggyorsabb út befelé. Abban reménykedem, az ajtó nem szinteződik lefelé, hanem egyből becsapódik. Várjál meg. Megtaláltak minket. Szevasz, Dagikám! Te mi járatba? Mit táncolsz a falon? Bolond vagy te? Na jó. Vissza az ajtóhoz. A banki meló. Majd létszi, törj be egyből és ne szinteződj lefelé. Ó, oh, halleluja! És mint látjátok, 12 darab szép. A jó hír, hogy egyből leverődik az ajtó, tehát az a 8000 életerő az csak egyszer 8000. Rossz hír, hogy az otthoni ajtó is akkor egyből leverődik, ami viszont nem egy jó dolog, de nem hiszem, hogy 8000 életerőt át fog kapirgálni nekünk bármelyik szemétláda is. Na, ebből van otthon egy kék, vagyis a motor csomagtartójában van belőle egy kék, úgyhogy ezt nem visszük haza. Szerintem leverjük ezt a néhány széfet, és ha még van időnk, felszedjük az airdropot, aztán húzunk haza, mint a vadlibák. Ugyanis kezdődik nem sokára a horda. Oké, két semmire kellő rövid puska cső. Otthon jobban belőle. Alás. Papír, papír, már megint rohadt papír. Oh. Mining skill már lassan 100-ason. Mini bike könyv. Nagyszerű lenne egy 30 epizóddal ezelőtt. Ah, Istenem. Tudjátok, mire gondoltam? Úgyis van még 40 skill pontunk, és igazából már csak a Knife Guy-t akartam felhúzni.
De miért is ne tenném ezt a Miner 69-nőrrel? 20%-kal több block damage. Legyen ez is. Oh yeah. Egyből gyorsabb a történet. Meg Divers már megvan. Hány ütés? Egy. Majdnem 500 életerőpontot lekapunk egy csákány ütéssel így már, úgyhogy nem rossz. Ajj, megtaláltak minket. Oké, doki. Nyaklövés. A legszerencsésebb, de legalább az anyád, de mennyi életerőd van. Jesszunk, Pepi. Kutyus. Jó, vissza a melóhoz. Ez megvolt. Így a bányászat is gyorsabb lesz. Megint hallok egy kutya. Jó, de Marci. Oké, intézzük el. Kossal kutyus. Szóval így a bányászat is gyorsabb lesz, és a széfeket is gyorsabban nyitogatjuk majd. Jézus Mária. Na jó. Ez megvan. Mi az, amit kidobhatunk? Hát úgy igazából nagyon semmi. De ha azt nézzük, akkor ez a szemüveg, ez tényleg irreveláns, hogy nálunk legyen. Nézzük a többit. Nem gondoltam volna, hogy tele lootoljuk magunkat csak a széfekből. Meg néhány zombiból. Nagyon jó. Nagyon tetszik. Ez scrap, ez gagyi. Nézzük, hogy hát ebbe sincsen semmi normális, úgyhogy... igazából néhány fémet adna csak, úgyhogy ezt ledroppoljuk. Ezt pedig eltesszük. Gyorsan kifutok a robogóhoz, kivágom a cuccainkat, amire már nincsen szükség. Addig ezek itt elmolyolnak magukkal. Még jó, hogy idehoztam a bringát. Oké, és tele van a bringa is. Kuka. Scrap. Vissza az egész. Oh! Ennek elhagy... Ouch! Elhagy találva itt. Még hozzá mind a kettőt? Kíváncsi lennék, hogy hol. Közben ropogtatunk egyet. Ups! Ender bácsi közben benézett az ablakon. Itt vagyok. Ó, baszki! Egy fejlővés. Két fejlővésből kész van a zsaruk. Szuper! Military Fiber, az is nagyon jó. Ez érdekes. Viszont a magnumot lassan el kell tennünk, mert mint látjátok, fél HP-n van, tehát már csak... fele olyan jól sebez, mint amúgy. Viszont nincsen sok szép hátra, úgyhogy ezt gyorsan feldolgozzuk, és már húzunk is innen. Mégpedig hazafelé szerintem az airdroppokra se lesz elég időnk. Ah, jó, ezt már tudtuk. Okay. Viszont a jó dolog ebben, hogy legközelebb, mikor erre járunk, már nem kell szétcsákányozni a széfeket. Egyszerűen csak bejövök, szétnézek és kimegyek. Hunting rifle. Jó. Visszük. Nem tudom, hogy otthon milyen van belőle, azért akarom elvinni. Minden fegyverből akarok legalább egy kéket, ha ne adj Isten lilát. Még akkor is, ha nem fogom használni. Már csak a gyűjtögető kedvem miatt is. És akkor ennyi volt a banki meló.
Ez már megint fekszik. Léci, engedj ki, közé, hogy vissza a motorhoz. Aztán keresztül az airdropon irány hazafelé. Ja. Na, arra. Arra van a haza. Itt még összeszedegethetni benzines hordókat, de nincs már elég időm. Haza kell menni most már. Azt az airdropot ott szemben még fel tudjuk szedni, de egyébként sem másra nincs már elegendő időnk. Amit még hiányolok ebből a játékból, azok a hegyek. Nem nagyon van benne hegy. Emelkedő van, de egy kifejezetten hegy, az nincs. És azért jó lenne egy hegyi bázist is létrehozni. Egyszer, valamikor. Előnyünkre használhatnánk. Mondjuk a zombiknak az akadálymászási képessége elég vicces. Tehát így ugrabugrálnak, mint az óvodások, mikor ugróiskoláznak. Elég furcsán néznek ki, szerintem ez is csak egy átmeneti megoldás, amit még az alfába alkalmaznak a fejlesztők, aztán szerintem majd a zombiknak is kitalálnak valamit. Főleg most, hogy rámentek erre a vizuális látvány orgiát tegyünk a játékba dologra. Nagyon ráhajtottak a játék szépségére. Az elmúlt két alfa óta gyönyörű lett, tehát sokkal-sokkal szebb, mint ahonnan indult, de YouTube-on rá tudtok keresni, hogyha érdekel titeket, hogy milyen volt és milyen lett. Én mondom, alfa 7 óta nézegetem folyamatosan a játékot, és ég és föld szinte a különbség. És a gépigény is duplája vagy triplája lett azóta. Jesus! Ó, ez egy teljesen lila mesterlövész puska! Oh my god! Well, sniper rifle parts, de itt kaptunk egy teljesen lilát, úgyhogy erre nincsen szükség. Úr, Isten, ez eddig a legjobb airdrop, amit találtam. Jó, irány haza. Wow. Először azt hittem, hogy ez is csak egy recept, aztán amikor megláttam, hogy van alatt egy szép lilacsík, kicsit megállt bennem az ütő. Wow. Fullos lila fegyvert airdropba, alfa 10 óta nem találtam. Tehát így, ez most így wow. Az elmúlt 3 lootolós epizód, ez így valahogy nagyon betette az ajtót nálam, ezek nagyon durvák ezek a lootok, amiket most találunk. Hát azt kell mondjam, hogy most happy vagyok. Megérte a gürcölést, és akkor ezek szerint mostantól megint csak lehet szedni az airdropokat, és azt, ha jól emlékszem, van otthon még kincses térképünk is, na most kell megpróbálni kincset keresni. Hát ha valami érdemleges tudsz is lesz ebbe a kincses ládikába legközelebb, hogyha kinyitjuk. Látszik, közeledünk haza. Nagyon gyorsan repül az idő motorkerékpáron, hogy hip-hop otthon vagyunk. És lényegében véve, hogyha összetudunk tenni egy minibike-ot, akkor annyira a sörre nincs is nagy szükség. Hiszen mindenhova motorral mehetünk, hogyha van elegendő gázolajunk, és mint látjátok, igazából ilyen gázolaj útra nem is mentem nagyon rá, csak így szedtem, ami éppen útközben volt, plusz a szétszerett járgányokból ugye, ami... Jó, tudom, adjam föl, úgyse fog respawnolni itt a loot, de azért mindig elnézem. Na. Szóval, autókat szétszedi az ember, akkor ebből bőven elegendő mennyiségű gázolajra lehet szert tenni ahhoz, hogy mindenhova mocival mehessünk még WC-re is. Ezt most egy kicsit óvatosan csináljuk, mert itt most föl van fejlesztve a tüske, és nem akarom még jobban megsebezni a motorkerékpárt. Így van. Úgy látom, holnapra beérik az összes mindenünk is. Na, és akkor szépen elkezdjük itthon szétszortírozni a cuccokat. Rengeteg jó volt, amit találtunk. Úgyhogy ezeket szerintem még szétdobáljuk. Lássuk csak ezt a pisztolyt. Ó, oh, ebből lila van. Sorry. Scrappeljük. Ez mehet az egész úgy, ahogy van scrapbe. Hunting rifle, nézzük csak. Egy kicsivel jobb. Mint ami benne van. És elvileg találtunk hozzá ilyet is. Jó, szálljuk. Ez ecsém, lila mesterlövész puska. Honnan a... Honnan? Jézus Mária. Lássuk csak, ebbe van már egy lila alkatrész. 509, 515, minden egyes tartozik a jobb. Az igen. Jó, akkor ezt szétszedjük. Már amennyire tudjuk. És ezt visszahajtjuk úgy, ahogy van, szépen.
És ezt a lila alkatrészt pedig eltároljuk, hát ha el tudjuk majd adni jó pénzét. Valahogy szórakozik az egerem szerintem már megint. Mert hogy kidobtam egy elemlámpát, aha. Aj, muszáj leszek venni egy újat. Duplán kattint, vagy egyáltalán nem. Tehát most is lerakta, pedig nem nyúltam hozzá. Aj, francba. Azt mondja, scrapeljük. Ezt is scrap. Ezt is. Ezt is szétszedjük. És mehet, bezúzza az egész. Nagyon jó dolgokat találunk, nagyon-nagyon jó dolgokat találunk. Ezt lerakjuk. Ilyen apró cseprő dolgokat szétszórjuk már most, hogy avval ne kelljen foglalkozni. Egyből lehessen a fegyverekkel. Egy egész tech papírt találtunk. És nagyon jól jön még majd később. Akárcsak ezek. A lőszerről már nem is beszélve, ugyanis zombi horda előtt állunk. Úgyhogy ma éjszaka lesz egy kis parti. Kertbe. Jó. Többi pedig a robogóban van. Jó lenne, hogyha magasabb szintű kosarat találunk, tehát nem kéket, hanem teszem azt lilát, akkor nagyobb, több cuccot lehetne eltárolni benne, ez nem lenne egy rossz ötlet szerintem. Nagyon jó. Ez be is fért, úgy ahogy van. Szuper. Hajtót azért magunkra zárjuk. Azok. Zombi horda elején még ne tárt kapukkal várjuk őket. Na nézzük. Sörétes puska. Most van egy lefűrészelt cső. Ez jó. Azt mondja long barrel. Így. Össze tudnánk tenni egy lila hosszú csövőt is szerintem. De egyelőre ezt így hagyjuk. Itt van még egy short stack. Ezt csak szétkapjuk. És annyi. Ez kuka. Egynél. Van itt még egy lila bukó. Lila bukósisak, de hogy bukósisak? Izé. Futballsisak. Mi van még? Pisztoly, pisztolycső, pisztolycső. Nagyon jó. Ezeket kivesszük. Azt mondja, hogy ez teljesen kék. Ebből meg van más is. Úgyhogy ezt szétkapjuk. Szétkapjuk a másik pisztolyt is. És a megfelelő alkatrészekből pedig összeállítjuk. Kezdjük a lila receiver-ral. Ami kap egy lila csövet. Ami kap egy 488-as kék markolatot. És van még ide egy 431-es tár. És van egy lila pisztolyunk. Remek. Szuper. Ezt is szétszedjük. Hát ez pedig ugye fém lesz belőle. Tehát ez egyértelmű. Zöld cuccokkal már nem is nagyon fogunk foglalkozni. Tehát lila és kék, ami most játszik nálunk. Összerakhatnék még egy kék pisztolyt, de fölösleges. Teljesen fölösleges, van lila, és hogyha az elvész, akkor magunkhoz veszünk egy másik fegyvert, és abban megyünk ki. Nézzük viszont ezt az SMG-t. Öcsém, szürke alkatrész, úristen. Na lássuk, a legjobb az a receiver rajta, a kék. Ehhez hozzáillesztjük a citromsárga, hát citromsárga alkatrészek, a zöld támaszt és a sárga csövet. Lett egy zöld SMG-nk. Nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Többit azt beszkreppeljük. Egy. És akkor még ugye van egy hunting rifle stockunk, ami hát még gagyibb is, mint amit van. Kár volt a helyet pazarolni rá, de semmi gond. Mindenre megtaláljuk a maga hasznát. Lila pisztoly, nagyon jó. És kaptunk egy lila kapát is. Az epic paraszt cucc. Egy. Ja.
Ez is van, és még van egy új szögbe lövünk is. Mint mondtam, látjátok, ez csak egyes szintű lehet, tehát igazából ezt addig javítgathatjuk, ameddig akarjuk. Rájöttem, hogy ez egy low level fegyvernek is nagyon jó, hiszen hiába javítjuk, nem romlik az állapota, viszont mindig ugyanannyit fog sebezni, és célozni meg nem lehet vele. Tehát ezt igazából az elején, aki ezt megtalálja, az veheti úgy, hogy van egy pisztoly kalapácsa. Úgyhogy nem kell sajnálni, nyugodtan használjátok, csak arra figyeljétek, hogy ne veszítsétek el, mert ez egy nagyon jó cucc. És csak a szöget kell beleönteni, és akkor tulajdonképpen van egy unlimited fegyveretek. Viszont felkészülünk a hordára, ugyanis esteledik 20 óra, és 22-kor ugye kezdődik a horda. Úgyhogy készítek néhány... néhány szerelő felszerelést. Hol emlékszem akkor... Repair, itt van repair kit, kell hozzá duct tape. Oké, okay. Ó, most van annyi, mint a dög egyedül. Hé, én ezt kivettem, nem? Na, azért mennyit tudunk készíteni? 17-et elkészítjük. Megszereljük a magnumot, és magunkhoz veszük még a sörétes puskát is valószínűleg. Megnézzük, melyikhez van legtöbb lőszerünk. 64 sörét. Úristen, van egy csomó 9 mm-es. Akkor viszont... fogjuk a kis gunpowderünket. Készítünk még néhány sörétet. Továbbá... szerintem... mi lenne még ideális lőszert gyártani? Magnumhoz még magamhoz veszek egy keveset. Hát sörét, sörét lesz nálunk. Így. Elkészítjük a shotgun shell-t, ezt az 50 darabot. Ah, jól óra veszem a figurát. Úgy döntöttem. Hadd szóljon. Így. És akkor úgy érzem, állandóvá tehetjük a lefűrészeltségű sörétes puskánkat. Mindig legyen nálunk sörétes puska, a zombi apokalipszis idejére csak beszélni kéne, megtanulnom. Úgyhogy fogjuk a mi jó öreg kis lefűrészeltségünket, és már is a zsebünkbe tesszük. Ó, la la, és még azt is lecserélhetnénk, nézzük csak. 5-26-os. El is felejtettem. Ez egy full lila sörétes. Igazán remek. És simán össze tudnánk rakni egy hosszú csövőt is, de mint mondtam, a lefűrészelt csövő jobban sebez, hogyha sima sörétes lőszert használsz. Szerintem a crossbow-tól meg is szabadulhatunk. Igaz, lehetne vele robbanó nyilvesszőket lőni, de mivel nincsen nálunk, azért teljesen irreveláns, hogy magunknál tartsunk belőle akármennyit is. Úgyhogy ettől búcsút veszünk. Akár csak a crossbow boltoktól. Néhány kavics az egész, úgyhogy igazából semmi egetrengető. Fogjuk a kis szerelő cuccunkat. Magunkhoz vesszük. Ojoj, lassan kezdődik a horda. De szerintem ez következő epizódra marad, addig is kitartást kívánok nektek, srácok, és akkor a következő epizódot egyből egy hordával kezdjük. Na, sziasztok!